A magyar mezőgazdaság egy hektárból származó jövedelme csak 53%-a az európai gazdákénak. Ezen kell változtatni, hiszen ha csak alapanyag ellátó marad, alacsony jövedelemmezőséggel a hazai agrárszektor, akkor fiataloknak nem lesz vonzó ez az ágazat. Ebben mi is úgy tudunk segíteni, hogy a tej termelőktől vásárolunk. A vásárlók tudatos döntéseikkel, a hazai termékek választásával tudják erősíteni a magyar gazdaságot, jövedelmezőbbé tenni a hazai agrárszektort. A világjárványban is megmutatta a magyar mezőgazdaság, hogy képes az önellátásra. A hazai élelmiszertermelés sikeresen vette az akadályokat és gyorsan reagált a megnövekedett igényekre is. A kormány célja, hogy a hazai élelmiszer ellátás gerincét a családi gazdaságok, a magyar élelmiszer előállító és feldolgozó kis- és középméretű vállalkozások alkossák. A tudatos fogyasztói döntésre van szükség a magyar mezőgazdaság erősítéséhez. A magyar termékek vásárlásával nem csak egy értékteremtő munka végeredményét kapjuk, hanem támogatjuk a magyar családokat, hozzájárulunk a magyar gazdaság fejlődéséhez. Erősítjük a város és a vidék kapcsolatát, és óvjuk a környezetünket, mivel nem több ezer kilométerről érkeznek az áruk. A karcagi piacon rendszeresen megtaláljuk a helyi termelőket, de már több karcagi és környékbeli településeken lehet helyi termelők termékei közül választani.